Módosítaná az abortusz törvényt a Mi Hazánk mozgalom. Dúró Dóra, a párt elnök helyettese a parlamentben beszélt erről. Mint mondta, azt javasolják, hogy a magzatelhajtásra készülő nőkkel a beavatkozás előtt kötelezően hallgattassák meg a magzat szívhangját. Az intézkedéssel szerintük csökkenne az abortuszok száma Magyarországon. És Dúró Dóra a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen visszhangja volt a felszólalásának a többi párt körében? Hát a liberálisok azonnal támadás alá helyeztek természetesen, de ez várható volt, ugyanakkor nem tántorít el. Olyan emberek nevében szólok, a magzat gyermekek nevében, akik saját maguk nem tudnak megszólalni, azonban a szívhangjukkal tudnak üzenni, például a saját édesanyjuknak. A javaslat erről szólna, hogy az édesanyák legyenek tudatában annak, hogy mi is történik valójában akkor, amikor az abortusz beavatkozására sor kerül, mert nagyon sokan sejtcsomónak tekintik csupán a magzat életkorú gyermekeket, holott élő emberekről van szó, akiknek ugyanannyi méltósága kellene, hogy legyen, mint akár önnek, vagy nekem, vagy bármelyik embertársunknak. A törvényjavaslat arról szól, hogy ha valaki abortuszra szeretne menni, akkor előtte mindenképpen kötelezően hallgassa meg a magzati szívhangot. Mi van akkor, amikor ez még nincs? Ez egy technikai kérdés természetesen. Az elképzeléseink szerint a javaslatunkban az szerepel, hogy mindenképp meg kell próbálni meghallgatni, hogyha nincs még, akkor rögzíteni kell, hogy még nincsen a magzati szívhang, nem hallható. Ugyanakkor az Egyesült Államokban már 4 hetes magzatnak a szívhangját is meg tudták hallgatni, és Magyarországon is rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyek már akár 6-8 hetes kortól hallhatóvá teszik a magzatoknak a szívhangját. Ugyanakkor örülnék neki, hogyha már ezekről a technikai meg részletszabályokról lenne szó, ugyanakkor az elmúlt 12 évben sem történt változás az abortusz szabályozásban, holott erre szükség lenne, és hogyha megnézzük a nemzetközi trendeket, szintén az Amerikai Egyesült Államok példájával tudok ismételten jönni, több államban pozitív elmozdulás történt, és egyébként a szívhangtörvényhez hasonló szabályozást is fogadtak el több Egyesült Államokbeli államban. Tehát úgy gondolom, hogy ha a keresztény világot meg szeretnénk menteni, meg szeretnénk óvni, és komolyan gondoljuk azt, hogy Magyarország egy keresztény ország, akkor e tekintetben is lépni kell. Minden 5. megfogant magyar gyermek abortusz áldozata Magyarországon. Nem véletlenül kérdeztem azt, hogy milyen fogadtatása volt a parlamenti felszólalásának. Én kikerestem egy 2018-as vitát ezzel kapcsolatban, és ott például a Jobbik arról beszélt, hogy semmi újdonság nincsen ebben, hiszen korábban a Jobbik javaslata volt, azt azért mondjuk el a nézőknek, hogy akkor is ön terjesztette ezt be, csak azóta most már a Mi Hazánk mozgalomnak az elnök helyettese. Akkor ezek szerint lenne olyan párt elméleti síkon, amely támogatná ebben az elképzelésében, vagy ezt most rosszul gondolom? Vannak olyan politikusok, egyébként kormánypártiak is, akik támogattak. Például, amikor ezt már korábban benyújtottam a bizottsági vitában, voltak olyan KDNP-s képviselők, akik támogatták ennek a társorozatba vételét. A döntés azonban a kormány kezében van, tehát nekik kellene valamit lépni abortusz ügyben is. Az egy katasztrófa, hogy évente 25 ezer magyar magzat gyermeknek oltják ki az életét még a megszületése előtt, és egy szemléletváltásra lenne szükség, úgy gondolom. Egyrészt látom azt, hogy a társadalomban nagyon sok család, nagyon sok nő érintett ebben a kérdésben, és ezért nagyon fontos, hogy úgy beszéljünk erről az egész témakörről, hogy senkit nem bélyegzünk meg, hanem segíteni szeretnénk az anyákat. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy nekik azt kell érezniük, hogy van más lehetőségük, bárki is helyezi őket nyomás alá a tekintetben, hogy ehhez az eszközhöz nyúljanak. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés. Nagyon komplex kérdés, és nagyon kevés időnk van, ezért azon túl, hogy ne beszéljünk a prevencióról, hiszen azt mindenki hangsúlyozza, hogy az egyik legfontosabb a prevenció, nyilván ebben konszenzus van. Viszont más eszközöket gondolnak politikusok, civilek is azzal kapcsolatban, hogy a már megfogant életet, hogyha a szülők, vagy csak az anya nem szeretné, akkor hogyan lehetne azt kezelni? Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igen, a nőnek joga van eldönteni, hogy megtartja azt a magzat, és megszüli a gyermekét, vagy nem. És ezt például, ahogy a szívhangot kötelezően meg kell az abortusz a műtét előtt hallgatni, azt például lehetett úgy is olvasni, hogy nagyon brutális eszköznek
találják kifejezetten az anya érzése miatt. Én úgy gondolom, hogy az a brutális, hogyha egy magzati életkorú gyermeknek oltják ki az életét, tehát ő az, aki élet és halál között van, és az én javaslatom mindössze arról szól, hogyha tudatosítsuk az édesanyában azt, hogy miről van szó. És a meggyőződésem, és a legfontosabb kérdés az, hogy mikortól tekintjük élő embernek a magzatot, és én úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy a fogantatás pillanatától neki ugyanannyi méltósága van, mint akár az édesanyjának. Tehát a nők saját testükkel kapcsolatos önrendelkezési joga az nem terjed ki arra, hogy egy másik embernek az életét elvehessék, ahogyan a szülés után sem. És úgy gondolom, hogy nem a szülőcsatornán való áthaladás mondjuk az, ami jogokat kell, hogy jogokban kell, hogy részesítsen valaki. Kivételt képezne esetleg néhány eset ez alól, hiszen mondjuk egy abúzus áldozata vagy erőszak áldozata az joggal mondhatja azt, hogy nem szeretné a megfogant gyermeket megszülni. Valóban vannak olyan helyzetek, akár az édesanyja egészségének, életének a veszélyeztetése szintén felmerül, de ezek olyan részletszabályok szintén, amelyekről szerintem akkor kell beszélni, hogyha már konszenzusra jutottunk a nagy többség esetében. Van 25 ezer magyar magzatgyermek évente, aki abortusz áldozata lesz, ebből ennek a 90%-a nem ilyen esetekről szól, amikor nem erőszak áldozata, vagy az édesanyja veszélyben van, hanem olyan gyermekekről, akik megszülethetnének. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt, és mérések is vannak ezzel kapcsolatban, hogy az édesanyák utólag megbánják. Már egy hónappal az abortuszt követően is 10-15%-uk már bánja, hogy ehhez az eszközhöz nyúlt, és őnekik életük végéig együtt kell élni ezzel a lelkiismeret furdalással. De megfordítom, mert vannak olyan esetek is, akiktől megtagadták az abortusznak az elvégzését, és ők viszont egy év elteltével a 95%-uk azt mondja, hogy ez volt a jó döntés, mert amit mondjuk abban az idő pillanatban nehézségnek gondolt, azt már egy év múlva meg tudta oldani, de hát a ismert emberek közül is említhetném Cristiano Ronaldót, akinek az édesanyja vallott őszintén arról, hogy éppen a szegénység kockázata miatt gondolt arra, hogy ehhez az eszközhöz nyúljon, és aztán hát a világ egyik legjobb futballistáját hozta a világra. Magzati szívhang meghallgatása az egy eszköz, viszont számtalan olyan eszközt, illetve területet kell fejleszteni annak érdekében, hogy a megfogant gyermekek megszülessenek, és itt most azért így fogalmazok, mert vannak a kívánt gyermekek, és nagyon sok az abortuszban az a váratlan, nem kívánt fogantatásról szól. Valójában, ahogy említettem, ugye nem kívánt terhességek nagy részéből is kívánt gyermekek születnek, tehát például egy családban, hogyha véletlenül fogan meg egy gyermek, és ez egy váratlan helyzetet eredményez a családban, az nem jelenti azt, és nem jogosíthatja fel úgy gondolom a szülőket, hogy ehhez az eszközhöz nyúljanak, hanem éppen pontosan ezeknek a nőknek kell elsősorban érezni, hogy az a gyermek, akit a szívük alatt hordanak, az nem csak számukra érték, hanem az egész magyar nemzet számára érték, és támogatni kell őket abban a döntésben, hogy a saját gyermekük élete mellett tegyék le a voksot, és ne nyúljanak olyan eszközhöz, amely az ő életét kioltja. Lát arra esélyt, hogy ezt meg fogja szavazni a parlament? Gondolok itt arra, hogy például Novák Katalin köztársasági elnök, aki beszédében is mondta azt, hogy nem csak azokért szeretne szólni, akik mondjuk szegények, akik távol vannak, hanem a megfogant, meg nem születettekért is szeretne szólni. Hát az elmúlt 12 évben szinte végig kétharmaddal kormányzott egy magát kereszténynek nevező pártszövetség, és nem történt semmiféle változás. Ugyanakkor engem nem fog eltántorítani semmilyen kudarc attól, hogy újra és újra ezt a témát előhozzam, és igyekezzek megmenteni ezeket a gyermekeket. Macedóniában is bevezették egyébként ezt a szabályozást, és éppen egy budapesti konferencián mondta el egy ottani macedón parlamenti képviselő, hogy csak ez önmagában 20%-kal csökkentette az abortuszoknak a számát az országukban, tehát hasonló eredményt remélhetnénk mi is. Nagyon bízom benne, hogy a lelkiismeretük felébred a kormánypárti képviselőknek is, és most már lesz bátorságuk, hogy változtassanak ezen a szabályozáson. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm a lehetőséget.